Tavaly igazolt Veszprémből a focihoz hasonlóan a kézilabdában is európai szupercsapatot építő Paris Saint-Germainhez Császár Gábor, aki már francia tapasztalatokkal bírt korábbról is. Egyelőre sajnos nem lett stabil kezdőjátékos a PSG-ben, bár bajnokin legutóbb pályára lépett. Esélyeiről, hangulatáról, kapitányválasztásról is kérdezzük a magyar válogatott irányítót, aki itt van velünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt mindenkinek! Gábor, hogy érzed magad, mennyire vagy jó formában, harcra készen? Szóval milyen most a hangulatod és az állapotod? Nagyon pozitív és nagyon jó az állapotom, nagyon jó a hangulatom. Köszönöm a kérdést. Az igazság, hogy ez nem volt egyszerű, főleg az elmúlt szezonom, mivel teljesen más várt, mint amit én vártam, amiről beszéltünk az edzővel előzetesen, és nekem ezt nem volt egyszerű elfogadnom, és rengeteg, hogy úgy mondjam, belső harcot vívtam magammal, és rengeteg kérdés vetődött fel bennem, ami jutólag azt mondom, hogy felesleges volt, de hát sajnos ezt meg kellett vívnom, ezeket a csatákat. És én azt gondolom, hogy lelkileg ez megerősített, és lelkileg ez adott egy pluszt, viszont sok kellemetlenséget kellett elviselnem, mind a pályán, mind pedig a pályán kívül. Viszont az elmúlt nyár után, amikor egy kicsit otthon tudtam lenni, és kikapcsolódni, feltöltődni, szerintem a fejembe helyre kerültek a dolgok, és nagyon bízom benne, és hát úgy tűnik, hogy ennek eredménye is van, ami nem azt jelenti az eredmény most számomra, hogy én vagyok, ahogy említetted is, a legmeghatározóbb játékos egyelőre, viszont én azt gondolom, hogy jó úton haladok, aztán, hogy ez az út, ez meddig tud előre menni, azt majd meglátjuk, de egyelőre most nagyon pozitív a kedély állapotom és a játék is. Most ugye bajnoki meccsen legutóbb is dobtál gólokat, az igazi áttörés az a bajnokok ligája lenne, gondolom az a legfontosabb ott is és egyértelműen számotokra. Igen. Ugye ez ketté kell választani egy kicsit ezt a dolgot, mivel itt a Paris Saint-Germainről is beszélhetünk, magáról a csapatról és az én teljesítményemről. A Paris Saint-Germain ugye hirtelen lett óriás klub itt a kézlabdában, mivel 2-3 évvel ezelőtt még ugye azt mondták, hogy ha nem esik ki az első osztályból a csapat, akkor ez a katari érdekeltségű főnöksi akkor átveszi a kézlabdát is, és megpróbálnak ebből is egy világszintű csapatot csinálni. Ami a kézlabdának, a kézlabda szeretőjének azt gondolom, hogy pozitív, mivel a nagy csapatok, mint az Atletico Madrid, a Moszkva és hasonló nagy kaliberű csapatok pedig mentek tönkre egymás után. Szóval én azt gondolom, hogy a kézlabda piacnak nagyon jó szüksége volt egy ilyen helyszínre, egy ilyen remek helyszínre ráadásul. Viszont mivel ilyen hirtelen lett óriás csapat a Paris Saint-Germain, ezért hiányoztak azok az alapok, amik máshol évek, évtizedek alatt kialakulnak. Gondolok itt esetleg vezetőségre, tapasztalatokra, rutinra, ami ugye elengedhetetlen ez is ahhoz, hogy egy óriás klub felépüljön. Szóval érződik itt, hogy itt a helyszínen, ahogy itt vagyok, hogy vannak olyan dolgok, amik még nem annyira profik, mint amennyire a név hirtelen az lett, viszont szépen alakul ez, és jó úton jár a klub. A csapat viszont, ugye hirtelen nagy csapat lettünk, de ez sem működik az egyik napról a másikra. A tavalyi évünk az azt gondolom, hogy le lehet húzni a toaletten, szóval ez egyszerűen értékelhetetlen volt szinte, mert nem tudtunk egy olyan eredményt, egy olyan teljesítményt kihozni abból a csapatból, ebből a keretből, mint amit lehetett volna ezzel a játékos kerettel. Viszont idén úgy tűnik, hogy előre tudtunk lépni, úgy tűnik, hogy jobbak az eredmények, és ugye itt teszem hozzá az én teljesítményemet is. A nyár óta elkezdtem játszani, egy kicsit többet, egy kicsit jobban számít rám az edzőm. Látom azt még, hogy nem felém van a 100%-os bizalom, de eddig minden mérkőzésen játszottam, kivéve a 2 BL meccset, úgyhogy ez nekem is egy kicsit fájó pont volt, főleg miután édesanyámmal beszéltem meg az otthoniakkal, és mondták, hogy a Digisport adni fogja a vasárnapi mérkőzésünket, és én is készültem, úgy készültem, hogy végre lát otthon az a pár ember, aki még engem is kedvel és szeret. Erre, amikor még már kicsit nagyobb volt a különbség, vártam, hogy legalább akkor betegyen az edző, mert eddig beszokott tenni, még hogyha nincsen nagy különbség akkor is.
nem történt meg, úgyhogy megint igazából egy kis olyan szituáció állt elő, amikor belém lehetett kötni, hogy megint nem játszok. Hát sajnos ez már hozzászoktam egy picit a tavalyi évbe, viszont tényleg ez a bajnoki mérkőzéseken és az eddigi tapasztaltakból azt kell, hogy mondjam, hogy jobb az állapot. Na most egyébként személyesen neked tök normális és jó a viszonyod Philipp Gardner mesterrel, nincsen, nem terheli semmilyen konfliktus az életeteket. Nem, igazából konfliktus nem terheli az életünket. Nyilván nem mondhatom azt, hogy milyen hűde zökkenőmentes volt az közös munkánk a tavalyi évben. És még egyszer kiemelném azt, hogy bennem egy nagy csalódás volt az, amikor ide érkeztem, és tulajdonképpen játékos állományilag is egy kérdések vetültek fel, mert én, amikor megegyeztem itt a klubbal, akkor más szerkezetről beszéltünk, mint amikor én ide érkeztem. Úgyhogy tényleg voltak dolgok, amiket nem értettem, voltak olyan dolgok, amiket nem tudtunk, én azt gondolom, hogy letisztázni teljes mértékben a tavalyi évben, de aztán el kellett fogadnom, hogy nem kell itt mindent tulajdonképpen letisztázni, hanem játszanom kell, és csak a játékra figyelnem. Na most azért gondolom, akkor ez egy választó év lesz számodra. Most azt mondom neked, Johan Cabaye, a francia válogatott labdarúgója. Ő például a Paris Saint-Germain futballcsapatának a játékosa. Ő már jelezte, hogy a mellőzöttség miatt ő távozni akar majd az év végén, sőt lehet, hogy már télen a csapattól. Te hogy tervezel Párizsban jelen pillanatban? Jelen pillanatban igazából, mint ahogy mondtad nekem, a legfontosabb az, hogy a játékra fókuszáljak, és én azt, és nem mindig olyan egyszerű, de azt látom, hogy ennek van eredménye. Nyilván lejár a szerződésem év végén, ami nem is olyan nagy baj, mert tényleg ahogy te is mondtad, ez egy választó év a számomra, hogyha ez itt nekem számomra, én nem tudok olyan teljesítményt nyújtani, nem tudom a csapatot segíteni, és én sem vagyok elégedett, akkor nyilván nem kell ezt a dolgot tovább erőltetni. Nekem egyetlen egy célom van az, hogy a klub azt mondja, hogy igen, nem volt nehéz ennek a srácnak, de látjuk, hogy hétről hétre fejlődik, és látjuk, hogy egyre jobban lehet számítani rá, mivel én csak arra próbálok fókuszálni, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsak. Nyilván, még egyszer mondom, ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Azt meg majd meglátjuk, hogy alakul itt a kézlabda piacán belül, hát a fociról ne is beszéljünk, azért itt is elég gyorsan történnek a dolgok, és napról napra jönnek új hírek, ugye főleg a futballban, a kézlabdában is azért felgyorsult a világ, és mozognak a játékosok, mozog a piac. Meglátjuk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy játékosnak az, hogy jól érezze magát. Ugye ez az én környezetemnek is nagyon fontos, hogy jól érezzem én magam, ezáltal pozitív hatással legyek mindenkire, aki körülöttem van. Én szeretném még élvezni, és én szeretem ezt a játékot, szóval szeretek kézlabdázni, és nyilván a céljaim között ott van a válogatott is, hogy ott is minél többet tudjak segíteni a nemzeti válogatottnak, és azt is látom, hogy azért úgy sokkal nehezebb, hogyha az ember nem játszik, nem lehetetlen, de sokkal nehezebb. Most pozitívan látom a dolgot, aztán majd meglátjuk, hogy alakul. Te is mit szólsz az új kapitány személyéhez, az, hogy külföldi edzőtök lett, aki hát azt gondolom vélhetően számít majd rád is? Ezt majd meglátjuk, nyilván ez az ő döntése lesz. Azon leszek, hogy a teljesítményemmel felhívjam, hogyha kapok lehetőséget, a teljesítményemmel felhívjam a figyelmet arra, hogy nem kell engem eltemetni. Szóval ez a döntés, én azt gondolom, hogy a szövetség részéről egy megfontolt és egy nagyon komoly döntés volt. Szakmailag mindenképpen kiemelendő, hogy egy fiatal, tele ambícióval edzőt kaptunk, aki már most letett olyan eredményeket az asztalra, amit nem sok edző mondhat el magára. Játékosokon van a sor. Nem tudom, hogy nem dolgoztam még együtt a Dusevajev edzővel, viszont rengeteget hallottam róla, ugye ott az Atletico Madridba, Ciudad Realba, ahol dolgozott. Onnan ugye a Luca Abaló
aki a csapattársa, amivel szoktunk beszélgetni róla, és hát egyelőre így látatlanban is csak az a beszélgetések alapján azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitív a benyomásom, viszont nem ismerem, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy meg tudom majd ismerni. És hát ugye már sokan pedzegették egy fél évvel ezelőtt, hogy esetleg itt Párizsba köt ki, de végül mégiscsak úgy néz ki, hogy remélhetőleg találkozunk, azért tudunk együtt dolgozni. Igen, de majd Budapesten. Minden esetre akkor köszönöm szépen, hogy velünk voltál, Gábor, és azt kívánom neked, meg édesanyádnak is, hogy a Digisporton mindannyian sokat látunk még téged játszani a szezonba, vagyis a Bajnokok Ligájába. Hajrá, köszönöm szépen! Köszönöm.